Rendőrségi fotón a teljesen összetört oldalú autó. A tulajdonosa a kép készült előtt alig egy órával okozott balesetet Szekszárdon. A párja is mellette ült, nem álltak viszont meg, elhajtottak a helyszínről. De ezzel még nem ért véget az álmokfutásuk, miután a kocsijukat leparkolták, levették arról a rendszámot és hazamentek, majd felhívták a rendőrséget és azt mondták, valaki ellopta a járművet. Kollégáim azonnal a helyszínre mentek és meghallgatták a bejelentőt, azonban észlelték, hogy valami nem klappol a történetben. Ezt követően a bejelentőt, illetve élettársát is lekérték a nyilvántartóból, és kiderült, hogy egy órával korábban őket a Tesco parkolóban igazoltatták. A két hamis bejelentéstevőnek ezért több szabálytalanság miatt is felelnie kell hamarosan. Számtanúk ugyanis látták, ahogy a baleset okozása után leparkolták az autójukat, majd kiszálltak belőle és egyszerűen elsétáltak a helyszínről. A kollégáim miután a két esetet összetették, azonnal rájöttek, hogy az autót nem lopták el, hanem a járművezetője így próbált kibújni a felelősségre vonás alól. A bejelentőt valótlan bejelentés miatt jelentették fel, míg a járművezetőjével szemben baleset okozása miatt, valamint engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt is eljárást indítanak a szekszárdi rendőrkapitányságon. A két trükköző tehát hamarosan bíróság elé áll.